A Belsú Gála műsor keretében ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Miskolci Fráter Kórus. November 24-én Felső Zsolca díszpolgára, dr. Ternyák Csaba egri érsek fővédnöksége alatt rendezett jubileumi koncerten a régi kórustagok is színpadra álltak a Miskolci ITC székház konferencia termében. A Fráter György Katolikus Gimnázium régi zsolcai diákjai is felléptek a koncerten, amelyről a Szent István TV tudósítását láthatják. Nagyszabású gála műsor keretében ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium Fráter Kórusa november 24-én. A dr. Ternyák Csaba egri érsek és dr. Kriza Ákos miskolci polgármester fővédnöksége alatt létrejövő programra teljesen megtelt a Miskolci ITC székház konferencia terme. Legős Zsolt karmester már régóta készült a nagy eseményre. 20 évig készültem erre a mai napra, szinte mondhatnám ezt. Az első pillanattól kezdve építem a kórust. Ugye 92-ben indult újra a Fráter György Katolikus Gimnázium, és akkor Maristák István igazgató úr azzal bízott meg, hogy tanítsam az éneket, a gyerekeket tanítsam meg örömmel énekelni, és hozzak létre valami olyat, ami máshol nincs. Én megpróbáltam ezt, és ez volt a 20 év, és most eljutottunk oda, hogy ünnepelhetünk, mert szerintem nem marad el nyomtalanul ez a 20 év. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy létrejöjjön ez a mai koncert. Nagyon sok felé jártunk, hirdettük magunkat, hirdettük az iskolát. Nagyon jó, a gyerekeket megkérdeztem, a végzett diákokat, akik kikerültek, hogy mi az emlékük a kórus éneklésről. És majdnem mindenki úgy fogalmazott, hogy a lélek megjelenése zenében. És ez nagyon jó, hogy nem pusztán ott a fejeket tolmácsolunk mi a színpadon, hanem megvan a mögöttes lelki háttere az egésznek. Most voltunk Sárospatakon a Szent Erzsébet iskolába, és ott ezt szűrték le, hogy hittel teli a mi műsorunk, és ez nagy öröm. Mindent éneklünk, a Gregorián zenétől kezdve, a gospelen keresztül mindent, van benne könnyű zene is, magyar nyelvű is, zulu dallam, tehát rendkívül széles a repertoár, és megpróbálom mindegyiket kellő színvonalon megoldani. Regős Zsoltnak kijut az ünneplésből mostanában, nemrégiben ugyanis a Prima díjat vehette át a magyar zeneművészet kategóriájában. Számomra meglepetés volt. Az első meglepetés az, hogy jelölésre kerültem, mert nagyon sokan vagyunk, akik tesszük a dolgunkat hittel, szeretettel, örömmel és nagy szakértelemmel. Na most ezek közül kerültem én be a háromba, akik közül kiválasztottak engem. Nagyon nagyszerűek a kategóriatársak, tehát én nem bíztam egyáltalán benne, hogy megkapom. Azt, hogy megkaptam, ez egy meglepetés volt, de nagyon örülök neki. Ez egy igenlés. Igenlés afelé, hogy igen, én jó úton haladtam idáig. Ezt a közönség is elismeri, és lám most egy grénium elismerte, hogy jó úton haladtam szakmailag, emberileg. Ezt szeretném tovább folytatni ennek a díjnak a tudatában. A Szent István Televízió teljes terjedelmében rögzítette a koncertet, amely hamarosan megtekinthető lesz a szentistvántv.hu weboldalon.